estét kívánok ismét itt a Grand Prix, az Autó és Motorsportok magazinja. A mai este folyamán is tövig nyomjuk, illetve húzzuk a gázt külföldön és idehaza egyaránt, miközben megpróbálunk hangulatot kelteni. A technikai sportok idei szezonjához jöjjenek a részletek. A mai Grand Prix-ben szakágvezetőket faggatunk a szezonról. Itt lesz Adorján László a rallycrossosoktól, Major József a gyorsasági autósoktól, a gyorsasági motorosoktól Tóth Imre, valamint a gokártosoktól Szép Ferenc, és megismerhetjük a Renault vadonatúj Forma 1-es autóját is. Egy rallycross versenyképei. A tavalyi szezon a rallycrossban nem mindig a versenyzésről szólt. Volt egy vitás eset, amely végigkísérte az egész évadot, ez pedig ugye Répási Róbert és itt a Bánkuti Gábor esete volt. Aztán még a díjkiosztón is volt egy kis vita ezen, sőt Répási Róbert a mai napig nem tudta elfogadni a döntést. Az idei évad viszont lassan-lassan elkezdődik, így most már szinte el is felejthetjük ezeket a vitás dolgokat, inkább nézzük, mik lesznek az újdonságok. Elsősorban a létszám növelését szeretné elérni a rallycross szakág, aztán pedig egy új kategória is megjelenik, mégpedig az N-es autóké. Ez a kategória jóval olcsóbb, mint az A8 vagy pedig a VRC, így akár sokkal több Subarut és Mitsubishit láthatunk, ami természetesen egy sokkal erősebb versenyt ígér majd nekünk. A rallycross szakág ráfekszik az utánpótlás nevelésre is, egy kupasorozat van szervezés alatt jelen pillanatban, amiben a fiatalok indulhatnak majd el. Akik viszont kilátogatnak egy rallycross hétvégére, azok nem csak versenyt láthatnak, hanem mostantól lesz nagy buli, lesz show, lesz zene, lesznek közismert emberek, tehát egy sokkal komplexebb hétvégével lepnek meg minket majd a szervezők. A pályák viszont maradnak, Nyírádon és Máriapócson zajlik majd a bajnokság, kivéve egy futamot, amit az ausztriai Grenbachban rendeznek meg. Szakágvezető Adorján László, szervusz! Szervusz, üdvözlöm a nézőket! Kezdjük veled azzal, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a szóról, hogy rallycross, ezt meg tudod fogalmazni, hogy mi ez? Hát azt hiszem, nálam okosabb emberek ezt valamikor megfogalmazták a skandináv égővi országokban. Ez igazából a rallynak és az autocrossnak egy ilyen közösített szakkifejezése, ami azt jelenti, hogy igazából a rallycross versenyzők egy általában rally autóhoz hasonlít. Tehát az építési szabályok igazából egy kicsit szabadabbak, mint a rally változatnál, de igazából rally autókkal versenyeznek, de zárt pályás versenyákba. Ami ez a ti előnyötök? Hát igen, én azt gondolom, hogy nem csak a versenyzők előnye, hanem mondjuk a nézőknek is lehet azt mondani. Hát én konkrétan erre gondoltam, tehát nem is arra, hogy a versenyzőknek ettől jobb lesz, hogy zárt pályán mennek, hanem hogy a nézők jobban látják. Igen, igen, tehát mindenféleképpen ezt valamikor ezért is találták ki. Mint ugye, hogy a rallyba is már prológokat szerveznek általában első nekifutásra. A rallycross versenyeket a nézők teljes egészében végig látják, tehát abszolút képbe vannak az ügyben, hogy ki hányadik helyen van, és milyen események történnek. A rallival ellentétben, ahol mondjuk a gyorsasági szakaszra kimegy a néző, akkor igazából csak maximum egy vagy két kanyart lát, ahol jön a versenyzés, ahol elmegy. Hogy utána és előtte mi történik, hát eléggé nehezen tudják ezeket lekommunikálni. Igazából erre alakult a rallycross. Mivel hogy körpályán megy, nincsen navigátor, tehát abszolút csak a versenyző, a vezető ül az autóba, és igazából szerkezeti felépítéseinél fogva egy kicsit szabadabbak. Tehát erősebb lehet a motorteljesítmény, karosszériaépítésekben vannak pozitív irányú elhajlások, tehát műanyag és kevlár elemeket lehet alkalmazni, ami mondjuk raliban nem annyira megengedett, és főképp az, hogy a nézők teljes egészében képbe vannak. Ahogy így ülsz, és már találkoztunk azért néhányszor, az jutott eszembe rólad, hogy ugye azért sokan ülnek idebe olyanok, akik versenyzők, és pluszban még fölveszik a hátukra ezt a dolgot. Te nekem úgy tűnsz, mint aki egy üzletember, és egykori versenyzőként tudod, hogy miről van szó, vagy jobban tudod, hogy miről van szó, és látsz ebben valami fantáziát. Rosszul látom? Nem, teljesen jól látod. Szóval az igazság az, hogy ez a szakágvezetői titulus, amit én végül is elnyertem a szavazáson, ez egy... Szóval nem úgy indultam neki ennek a 2004-es esztendőnek, hogy rallycross szakágvezető akarok lenni, hanem beszélgettünk azokkal a személyekkel, akik mérvadóak per pillanat a magyar rallycross társadalomba,
és próbáltuk kitalálni azt az irányzatot, amiből a sportág előre tudna lépni. Én igazából tettem javaslatot a szakágvezetői titulusra, egy szemét javasoltam, aki igazából az utolsó pillanatban visszamondta ezt az egész felkérést, és a többi jelöltet látván felkértek engem, hogy vállaljam föl ezt a tisztséget. És igazából az motivált engem, mindazok mert, hogy én versenyezni akartam 2004-ben is, tehát effektíven versenyeken szerettem volna indulni. Hogy látva a többi jelöltet, én úgy gondoltam, hogy nem megfelelően tudnak ezt a sportot előre lendíteni, nincsenek meg esetlegesen azok a lehetőségei, ami talán nekem megvan. Mármint a többieknek. Igen, a többi szakágvezető jelöltnek, és ezért elvállaltam per pillanat ezt a tisztséget. Mik lesznek a változások? Ugye itt nagyon sok mindenről hallottunk fél információ szinten. Konkrétan arról, hogy egyrészt versenyről is szó lesz, de egyfajta buli lesz ez az egész, ami azért jó, mert ettől többen mennek majd ki, és jobban szeretik a versenyzési formátokat. Igen, abszolút. Tehát én azt vallom, hogy ha egy hétvégi zárt pályás sportról van szó, akkor használjuk ki az előnyeit abban, hogy különböző show elemekkel megfűszerezve magát a hétvégi rendezvényt, komplex családi programokat csináljunk. Tehát megtalálja a feleség is a... Azért látjuk a képeken, hogy vannak kint, de hát azért férnének még. Igen, igen. Szóval itt az utóbbi két évben, tehát 2002-2003-ban bármennyire is nem tetszik, de hanyatlott ez a szakág. Én úgy gondolom, hogy nem jó irányú szakágvezetés volt, és hát ez meg is látszik mind a versenyzői létszámunkon, mind pedig a többi egyéb, akár médiában való megjelenéseinket. Nagyon sok olyan támogató cég kivonult, aki éveken keresztül bent volt például a rallycrossba, és ezt én abszolút negatívan értékelem. Mert azért itt vannak olyan előnyök, hogy mivel látom a pályát folyamatosan, vannak olyan felületek, ahol meg lehet jelenni, szemben mondjuk egy nem zárt pályás versenysorozattal, ahol sokkal nehezebb az autón kívül bárhol másút még pluszban megjeleníteni a támogatókat. Igen, abszolút. Tehát mivel még egyszer csak ismételni tudom magam, zárt pályás versenyzésről van szó, így a támogatóknak a megjelenése is sokkal egyszerűbb és sokkal könnyebb lenne. Hát ezt szeretnénk kihasználni. Beszéljünk két dologról még. Az egyik a jövő, az utánpótlás. A másik pedig az N csoport, ami a nagyobb jelen. Ezzel alatt azt értem, hogy amennyire mi rálátunk, talán ez egy nagyobb lehetőség, hiszen olcsóbbak lesznek az autók. De ezt már nem ismerem kimondani, mert ugye amint rögtön bekerül valami a köztudatba, hogy az olcsóbb lesz, mindenki megpróbálna venni esetleg belőle, aki szeretett volna, és eddig nem tette meg, mert drágább volt, és akkor hirtelen felnyomják az árát. Én nem gondolom, hogy így lenne. Hát az N-es kategória az igazából egy nagyon régi kategória. Tehát valamikor hosszú évekkel ezelőtt a rallycrossban is egy működő, nagyon népszerű kategória volt. A rallyban is ezt várták egyébként, hogy nyílik az EU felé a magyar lehetőségek tárháza, és ezáltal lesznek itt olyan autók, amiket eddig nem mertek meg. Igen, itt én véleményem szerint az egy óriási probléma, ha saját magamat veszem alapul, hogy aki már ment egy igazi ás, vagy akár egy VRC versenyautóval, az már nem szívesen ül vissza egy akármennyire is nyerő, N-es szabályok szerint építendő versenyautóba. Mert azt az... Egy kicsit snob. Nem feltétel az, hogy kicsit snob. Egyszerűen nem adja azt az élményt. Szóval ehhez igazából azt tudnám csak mondani, hogy egy ilyen ás vagy egy VRC autóba bekerülni is kell vele menni ahhoz. De szerintem te tudod az érzését, úgyhogy egy N-es autó az egy lágyabb, halkabb, nem adja meg azt a feelinget, amit egy igazi, én mindig így mondom, egy igazi versenyautó. Tehát én magam is azt vallom, hogyha versenyeznék, akkor már csak olyan autóval versenyeznék, ami megadja azt a feelinget, amit én elvárnék tőle. Tehát én magam sem szívesen ülnék vissza egy N-es versenyautóba. Tehát az N-es az azoknak lesz, akik szeretnének belépni ebben a sportágban. Nem feltétlen. Nem feltétlen, mivel van több olyan versenyzőnk is pillanatnyilag, akik mentek már AS vagy VRC autókkal, de egyszerűen támogatói kört veszítettek, és ezáltal nem tudnak egy olyan szintű technikát előállítani. Nekik is szánnánk ezt az N-es kategóriát, mert ha mondjuk egy N-es Mitsubishit veszünk alapul, ha az egy klasszikus N-es szabályok szerint megépítve, az igazából egy nagyon komoly versenyautó. Mind imidzsében, látványában, menettulajdonságaiban. Hangjában. Igen.
Jó, most ne a nagyobbakról beszéljünk. Igen, igen, hangjában is. Viszont mondjuk egy szezonra való versenyeztetési költsége az lényegesen olcsóbb. Mert nincsenek túlfeszítve a motor teljesítmények, meg vannak kötve futómű átalakítási lehetőségek, sebességváltó átalakítási lehetőségek. Tehát jobban hasonlít egy utcai autóhoz, tehát a tűrőképességei sokkal jobban ki vannak tolva. Már nem egyszer bebizonyosodott az, hogy egy N-es versenyautóval gumi, kisebb alkatrészeket és benzint és olajat leszámítva egy szezon végig versenyeztek úgy, hogy nem volt különösebb probléma. Ha jutom lesz egy utánpótlás, hogy visszatérek a nagyon régen ezelőtt föltett kérdésem első részéhez, szóval lesz egy utánpótlás kupa sorozat is, amiről nem tudom, hogy mennyit árulsz még el nekünk. Hát tervezünk, igen, és tárgyalásokban vagyok egy ilyen új, teljesen új alapokra helyezendő dologba. Nem szívesen árulnák még el igazából elég sokat a dologról. Előre haladottak a tárgyalások, tehát a megegyezés szinten vagyunk. Én úgy gondolom, mindenféleképpen a sport előrelendítését eredményezheti ez a fajta. Kicsit közben vagyok, nézzük meg, hogy milyen táblánk van, mert hogy van nekünk egy táblánk arról, hogy milyen versenyek lesznek idén. Folytas közben, ne arra úgy, csak ezt mindenképpen meg akartuk mutatni, hogy mikor lesznek, igen, a versenyek. Tehát én úgy gondolom, hogy egy világcég be akar szállni ebbe az amatőr kupasorozatban. Én úgy gondolom, hogy a megegyezés is közel áll, mint a rallycross szakág, mint a ő elképzeléseik. Itt igazából az utca embere lesz megtalálva, tehát lehet jelentkezni majd az utca emberének, és különböző selejtező futamokon keresztül egyforma versenyautókkal megy az utca embere végül is. És egyetlen egy ember lesz, aki év végén ezt az egész kupasorozatot megnyeri, aki a következő évadban egy Super 1006-os gyári versenyautóval akarja a támogató cég versenyeztetni egy szezonon keresztül a rallycross szakákban. Hát és ez akkor nagyon komoly bejelentés volt. Szerintem még egy kérdést fel kell tennem, és most befejezzük, de mivel azt mondtad, hogy még azért folyik a tárgyalás, amikor konkrétan tényleg megvan a végeredmény, azt majd itt elmondod nekünk, jó? Viszont előtte még van egy kérdésem, ezt a szerkesztőm a lelkemre kötötte, hogy ha 3 kívánságod lehetne erre az évre, akkor... Kívánság? Hát ez nagyon nehéz kérdés, most megmondom őszintén. Tehát igazából én azt gondolom, hogy az egészség elsősorban. Szeretném magamnak azt kívánni, hogy tudjam elérni azokat, amiket a rallycross sporton belül, amiket célként kitűztem. Én úgy gondolom, hogy a pillanatnyilag a versenyzők teljes egészében, a versenyzőknek élvezem a bizalmát, ezt nem szeretném elveszteni. Hát harmad sorban meg nagyon sok világcéget, akik hajlandóak lennének ebbe pénzt áldozni. Köszönjük, hogy itt voltál, találkozunk. Köszönöm még szépen, kívánok. A tavaly évben sokat foglalkoztunk a rallycross mellett gyorsasági autóversenyzéssel is, most pillantsunk bele a szakág idei terveibe. A gyorsasági szakág versenyei tavaly izgalmasak is voltak, meg nem is. Izgalmasak voltak, mert azért látványban nem volt hiány, és azért nem voltak izgalmasak, mert nagyon sok kategóriában már majdhogy nem előre eldőlt a verseny. Például a Renault Clio kupában Weber Gábor szinte vetétárs nélkül autózott, aztán ott volt a nagy túrautók között Turán Frigyes, és természetesen a kis túrautók között említsük meg Kővári Barnát is, aki minden futamot megnyert. Jelentős újítás egyébként a versenyekben nem lesz. Talán egy dolgot meg lehet említeni, mégpedig azt, hogy a forma autók körül valami alakul. Még egyáltalán nem biztos, de lehetséges, hogy forma Renault kupaként megy majd tovább a forma autók küzdelme. Még nem dőlt el, de lehetséges, hogy új pályával is találkozunk majd, mégpedig a hegyi pályák között. A Kiskunlacházit akarják majd lecserélni a szervezők egy dobogókői hegyi versenyre. A média kupa külön értékelése mind az Opel Astráknál, mind pedig a Renault Clio-knál megszűnik. És akkor néhány szó az új autókról. Búdis Kálmán egy új prototípust épít, valamint Brakna Lászlónak is épül egy új kis túraautója. Turán Frigyes egyelőre úgy néz ki, hogy nem indul a gyorsasági bajnokságban, ő inkább rallizni szeretne. Kővári Barna marad a gyorsaságisoknál, de a kis túraautót lecserélte egy Renault Clio-ra, itt nagy valószínűséggel Weber Gáborral fog majd hatalmas viadalt vívni. Hát röviden ennyit a gyorsasági szakág újításairól, a részletekről Major József fog nekünk beszélni a stúdióban. Yeah!
Szervusz! Köszöntöm a nézőket én is, meg téged is. Amikor legutoljára beszélgettünk itt, akkor szezonzárásról beszélgettünk, és én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy te voltál az egyik olyan ember itt, aki kifejezetten büszke lehetett, vagy akár még boldog is, hogy milyen volt a tavalyi év, mert hogy elég jó volt, nem? Én büszke is vagyok rá, így van. Ezt jól érezted. Na most, ha ez így van, akkor viszont nektek vagy valami nagyon nagy dolgot kell csinálni, hogy még jobb legyen idén, vagy semmit? Hát igazából most az a hír, hogy nincs hír. Tehát valóban ez van, hogy amit mondtam évadzáróként is, hogy nincsenek nagy terveink az idénre. Ezt kellett stabilizálni gyakorlatilag ezt a helyzetet, úgy gondolom. Hát azért vannak olyan dolgok, amiket itt elhangzott a befejezetőben, például, hogy pályákat keresünk meg, tehát apróságok vannak, de igazából nagy dolgokra nem készülünk. Viszont azért mégis bizonyos szempontból, mert én úgy tudom, hogy ti is bekapcsolódtok még inkább az utánpótlás nevelésbe, mert ezt már elmondhatjuk szerintem a tavalyi évadról is, hogy az Astra mellett a kriókupa azért eléggé ebbe az irányba is mutathat. És ez nem más, ami most jön majd, és ez a Forma Renault. Igen. Hát én azt gondolom, nagyon nagy volt a sóhaj. Majd mindjárt kiderült. Tehát a lényeg az, hogy én azt gondolom, nekünk a következő feladatunk, már egy szakák szinten az, hogy ezt a formaautó versenyzést kéne valahogy gatyába rázni, vagy rendbe tenni. Tehát az iskolai osztályokból hiányzik most ez? Mert számomra úgy hát tűnik, hogy úgy... Hiányzik meg, hogyha megnézel egy versenyt, akkor a formaautó verseny az mondjuk hát mérsékelten látványos, mondjuk így. Tehát azért ez nem az igazi, mert kevés, az a probléma vele, hogy kevés autó van, nagyon sokfélék, öregecskék, tehát igazából... Ugye ez lehetne egy nagyon látványos valami, mert azért a formaautó az az igazi versenyautó, tehát ez egy jó dolog lehetne. Csak hát ezzel próbálunk valamit kezdeni. Most az az elképzelés, hogy valami olyan formakupát kellene idehozni, vagy összeszövetkezni vele, ami külföldön is megy. És akkor így jött ez, hogy megpróbálnánk mondjuk ezt a Forma Renault 2000-et, ami elég népszerű autó Európában. És akkor hát úgy néz ki, hogy egyébként Baumgartner Zsolt is versenyzett ilyennel annó, hogy most igen, ilyen igen. Napi analógiákat próbáljunk találni. Igen, ez is benne van a dologban, hogy ugye ez talán felkelt az érdeklődést a formautók iránt, hogy a Zsolt eljutott a Forma 1-ig, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó időben történő kezdeményezés. És hát úgy néz ki, hogy magyar tulajdonba is kerülnek autók, meg hát beszélgettünk külföldi csapatokkal, akik esetleg hoznának ide autót úgy, hogy bérelni, vagy esetleg még kezdő versenyzőket is hoznának magyar versenyre, tehát ilyen próbálgatunk valamit ebből kihozni. Hát még nem bővül a kör, tehát többen jelennek majd meg a gyorsasági autóversenyzésben, igen, a magyar autóversenyzésben, vagy majd látjuk azt, hogy néhányan, akiket mondjuk gokartban láttunk, átülnek, vagy akit... Erre tehát is számítok. Melyik inkább? Számítok a gokartosokra is, igen. És azt is el tudom képzelni, hogy túraautóból is átülnek formaautósok, mert azért ez egy más világ, ez egy érdekes dolog. És hát itt a Forma, vagy az Európa Unió kapcsán azért gondolkozunk abban, hogy esetleg külföldi versenyzők is jöhetnének, hogy egy kicsit színesítsék a mezőnyt. Tehát valamilyen megoldást kell találnunk erre, hogy ezt kibővítsük, ezt a kategóriát. Volt egy tavalyi versenyen belüli versenysorozat, ez a Média Kupa volt, aminél ugye a Weber Gábor hihetetlen győzelme után fölmerült, hogy valójában van-e létjogosultsága annak, hogy valakire azt mondjuk, hogy versenyző, valakire meg azt mondjuk, hogy nem versenyző. Hát végülis akkor úgy dölt el ez a kérdés, hogy azt mondjátok, hogy mindenki együtt, és nincs ilyen? Igen, azt mondjuk, hogy mindenki együtt. Nem a Weber Gábor okozta ezt, hogy mi most ezt mondjuk. De azért nagy mértékben hozzájárult, nem? Igazából én már tavaly is azt gondoltam, hogy legalább a Krióba meg kéne szüntetni. Mert ennek több oka van. Az egyik az, hogy egy picit a médiába, túlsúlyba kerültek a médiások. Tehát a megjelenés szempontjából egy kicsit róluk szólt a történet, azért ezt el kell ismerni, és ez feszültségeket okozott a szakmában. És hogyha nem lesz így külön választva, akkor ez megszűnik majd? Hát legalábbis nincs olyan ok, amiért külön ki lehet őket emelni, ugye, hogy van külön díjkőosztójuk, külön dobogóra állnak, külön ők médiásokként kezelve. A másik pedig az, hogy ez egy picit egy ilyen rossz ízű címkévé vált az, hogy na médiások, hogy legyenek inkább ők is autóversenyzők, tehát én azt mondom, hogy legyenek autóversenyzők, és akkor kezeljük őket egy kalap alatt.
A rossz ízű címke az autóversenyzők voltak tavaly, meg médiások voltak, ezt így érted? Igen. Így értem, hogy... Tehát voltak amatőrök, akik a médiában dolgoznak és elmentek versenyezni szabadidejükben, meg voltak az autóversenyzők? Igen, legalábbis az autóversenyzők egy része így gondolta, igen. És ezt azt gondolom, hogy nem... És nem éreztétek, hogy valójában azért lehet, hogy a megnövekedett média megjelenésben kicsit túlreprezentáltak maguk a médiások, de valójában összességében mégis több volt a média megjelenés, persze. Tehát ez pozitív. Én szeretem a médiásokat, nincs velük semmi. Én nem védem most, én csak kérdezem, tehát... Nekem semmi probléma nincs velük, tehát én örülök, hogy itt vannak, szükségünk van rájuk, tehát ezzel semmi gond nincs. Csak azt gondolom, hogy ez így jobb lesz az egyensúly, mondjuk így, hogyha most ezt meghozzuk, ezt a döntést. Na hát ez majd kiderül is, hogy működik, vagy nem. Új pálya. Hát új pálya, igazából itt az a helyzet, ugye, hogy vannak hegyi versenyeink és pályaversenyeink, és hát ugye 6 hétvégén rendezünk versenyt, és szeretnénk a felét hegyi versenyként, a felét pályaversenyként lebonyítani, és pillanatnyilag 2 hegyi pályánk van. Tehát a feladat az, hogy találjunk még egyet, hogy 3 legyen, hogy a ne vízszintes hegyi versenyt rendezzünk, hanem rendes hegyit, és hát most van egy ilyen, hát nem is tudom, minek mondjam, kezdeményezés, hogy talán a dobogó környékén ott tudnánk csinálni egyet. Vagy hát mentek ti is Ausztriába, hogy legyenek valójában hegyek. Nem, ezt nem valószínű, hogy a versenyzők ezt bevállalják, úgyhogy nem, egyelőre ezt nem tervezem. Beszélgessünk konkrétan egy úrról, akit Kővári Barnának hívnak, és ő is az átülő kategória. Ugye Barna Trabantból Pumába, és most Pumából Clioba, ha minden igaz. Igen, én is így tudom. Mennyiben korrekt ez, hogy ilyen csúnyán kérdezzem? Hiszen egy nehezebb körülmények között versenyző valaki, most a nehezebb körülményeket alatt azt értem, hogy azért a Clio kupával összevetni az ő Pumáját, tehát az a tapasztalat, az a plusz, ami neki van, kicsit olyan, mintha kellett volna találni egy titkos fegyvert Weber Gábor ellen. Hát én nem gondolom, hogy a Barna lesz a titkos fegyver a Weber Gábor ellen. A Clio az egy olyan autó, tűnik, amit van, aki nagyon hamar megszokik, van, aki nagyon nehezen. Tehát ez egy mindenképpen egy tanulni való autó, aki jó. És hát ezt a Barna is azért elismerte évközben, hogy egyszer ment a Clioval, hogy azért ez komoly falat ezt a Cliót elteregetni olyan szinten, hogy az elejébe tudja menni. És én azt gondolom, hogy ő majd ezt megtanulja, vagy nem. De hát örülünk, hogy jön. Jó. Turán Frigyes. Turán Frigyes. Hát Turán Frigyesről én annyit tudok, hogy ő a rally felé kacsingat azért erősen. Úgyhogy én nem tudom, hogy most nem tudok híreket még róla, hogy fog-e gyorságiba indulni, vagy nem. Bódis? Hát a Bódis csapatnál ők fognak biztos több autóval indulni a magyar bajnokságba. Épít egy ilyen különleges járgányt, ami talán már az idén elkészül, vagy menni fog. És hát náluk van egy olyan hír, hogy úgy tűnik, hogy a Rász Pistinek sikerül elindulni a szuperkupába megint. Tehát egy év kihagyás után én most visszatalál oda. Úgy tűnik, hogy ez összejön most. Ez jó a magyar sportnak ilyenkor, vagy rossz? Tehát ez a kicsit ilyen magyar válogatott külföldön játszó, kicsit olyan nekem valahogy, nem biztos, hogy teljesen fekszik az analógia, de arra gondoltam, hogy azért, hogy ő itthon van, és alapvetően azért kevesen voltak ott, ahol ő versenyzik. Ha elmegy, akkor bizonyos lehetőségeket jelent ez másoknak, de egy kicsit úgy szürkül is vele a hazai mezőny. Attól függetlenül, hogy kint esetleg a bizonyít, az nekünk nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ő azért főleg, tehát többnyire részt fog venni a versenyeken, mert nem nagyon ütik egymást a versenyek. Tehát az időpontok úgy vannak, hogy itt tud lenni, és én úgy tudom, hogy fog is indulni. Másrészt meg a külföldi szerepnésnek én mindig örülök. Tavaly előtt ugye úgy volt, hogy akkor nem sikerült ott ezt szinkronizálni. Ott volt egy-két gondunk, igen. Most úgy néz ki per pillanat, hogy jól állunk. És hát az, hogy külföldön valaki jó szerepel, az mindig jó, mert szerintem ez mindig jó hír a magyaroknak. Ne három, hogy megint Dévényi Tibi bácsinak kell lennem, mert lejárt az időnk, és meg kell kérdeznem tőled is, hogy mi a 3 kívánságod erre a szezonra. Úgyhogy tedd meg, hogy elmondod nekünk. A 3 kívánságom? Uh-huh.
Hát ebből nem készültem három kiválságban, azt hittem, hogy szerintem... Azért ezért kell megkérdezni. Három kívánságom, hát legyen a három kívánságom az, pontos hogy, tabdát nem dobok. Hogy maradjon akkor még mindig ez a jó hangulat, ami a gyorsági autósportot jellemzi Magyarországon, és akkor sikerüljön hegyi pályát találnunk, legyen ez a második, és akkor mivel vannak edzése lehetőségeink most az idén a Hungaroringen, legyen egy jó és színvonalas bajnokságunk ebben az évben. Major József, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Hamarosan folytatjuk a Grand Prix-t, mégpedig a gokártosokkal és a gyorsasági motoros szakág új vezetőjével, sőt, megismerhetik a Renault új Forma 1-es autóját is. A reklám után folytatjuk. És akkor élvezet, ha a Spuri erejét érezheted. Spuri, a motor környezetbarát energiaitala. Keresse az autósboltokban és a benzinkutakon. Varió csengések, több szólamú dallamok, képüzenetek, színes háttérképek. Teletext 850. oldal. Kapcsolj rá! Vasárnapi napilap. Légy tagja a Sport 1 lelkes csapatának. Hívd a képernyőn látható telefonszámot, és hozzájuthatsz egy Sport 1 pólóhoz, egy Sport 1 baseball sapkához, és egy divatos Sport 1 hátizsákhoz. Kínálatunk kiskereskedelmi forgalomban nem kapható. Kizárólag e televíziós ajánlat révén rendelhető meg. Csatlakozz a Sport 1 fiatalos, lendületes csapatához. Nem ulaszd el az egyedülálló lehetőséget, rendeld meg a Sport 1 exkluzív sportkészletét. Tárcsázd a képernyőn látható számot, ügyfélszolgálatunk várja a jelentkezésed. Automotor, a vezető magazin. Keresse két hetente szerdánként az újságárusoknál, és naponta a www.automotor.hu weboldalon. Nem állítják meg az órát, és ott vagyunk az olimpián! Sport 1. Zenében is az első. CD-n és kazettán keresse az üzletekben. Nyerj VLC-s tesztutat a Tempo Rally műsoros videokazettával. Ülj be ifjú Tóth, Benik, Tagai vagy a többi VLC-s pilóta mellé. A nyeremény szelvényt keresd a kazettában. Sorsolás egész évben. Adott esetben viselhetnénk akár gyakrabban is bő inget, de mi inkább elviseljük a bowlingot. Adott esetben repülhetnénk gyakrabban Boeinggal, de mi inkább otthon nézzük a bowlingot. Adott esetben szerethetnénk a bowlingot is, de mi sokkal jobban szeretjük a bowlingot. Ne tagadják, hogy önök is ugyanígy vannak vele. Egy órás összefoglaló a bowlingozók Weber kupájáról minden szombaton, csak itt a Sport 1-en. Ez itt a Grand Prix második része, amelyben beszélgetünk a gyorsasági motoros szakág új vezetőjével, sőt, megismerhetik a Renault új Forma 1-es autóját is. De mindezek előtt azonban köszöntöm Szép Ferencet, a Gokart Bizottság tagját. Szervusz! Sziasztok! Az igazság az, hogy most önöket egy kicsit átverjük, mert hogy Gokart eddig még nálunk nem volt, csak a ti csúcsotok, a ti Forma 1-etek. Ennek következtében nem nagyon tudunk képeket mutogatni arról, hogy mit csináltatok tavaly. Úgyhogy most arról fogunk beszélgetni, hogy mit csináltok majd jövőre, és közben majd Gyurica úrról, aki itt volt benn nálunk, és az egyetlen nemzetközi hírű versenyzőtök jelen pillanatban. Róla mutatunk képeket, szóval a felvezetés után. Ti vagytok ugye az első lépcsőfok, volt itt ma szó már sokféle iskolai osztályról a későbbiekben. Ti hogy álltok jelen pillanatban? Hát mi versenyezgetünk, amennyire tudunk, bár elég kevés a versenyzőnk mostanában.
gyűlt ez? Tehát olyan volt ez, hogy többen mentek le hirtelen boxolni, amikor Kokó elkezdett ismerté válni itthon? Most, hogy Zsolt felkerült a Forma 1-be, hirtelen nőtt a ti kedveltségetek, az érdeklődés körülöttetek? Igen, tehát az, hogy most a Zsolt felkerült a Forma 1-be, ez érdeklődést tanúsít a Gokart iránt, de hát sok szülő úgy van, hogy amikor fölhív telefonon és szeretné gokartoztatni a gyermekét, akkor hát tájékoztatásul elmondjuk, hogy mindez mennyibe kerül, és sokan visszalépnek. Számszerűsíthetjük ezt a hányan voltatok nagyjából, hányan lesztek idén, és aztán ezt a kis összeget is elmondanád mellé, hogy mennyibe is kerül, hogy valaki gokartozhasson? Tavaly elég népes volt a bajnokság, mert a szlovákokkal együtt közösen gokartoztunk. Ők is jöttek ide Magyarországra versenyezni, mi is mentünk Szlovákiába. Tehát ti is abban az irányban adhatok, hogy legyen regionális versenysorozat, és ezzel ne veszítsétek el a lehetséges versenyzőket, hanem minél többet, akkor sem. Minél többet, igen, úgymond gyűjtsünk. Ez egész jól sikerült, mert egész népes mezőnyök jöttek össze egy-két versenyen. Idén is szeretnék ugyanezt tartani továbbra is. 6 hétvége, 12 futam, tehát alkalmak lesznek bőven. Igen, ugyanez a Szlovákiában is, és a szlovák szakák vezetésre is úgy egyeztettük az időpontokat, hogy ne üssék egymást, és legyen idő felkészülni egyik versenyről a másikra is. Mit szoktál mondani akkor, amikor Kovácsik fölhívnak és megkérdezik, hogy elvinnénk a mi Pistinket gokártozni? Hát először is megkérdezem, hogy hány éves, és hogy melyik kategóriába tud kezdeni, és hát utána szoktam egy személyes találkozót kérni, és azon szoktam általában elmondani, hogy mi hogy működik, és aki olyan, hogy megteheti, hogy gokartoztassa a gyermekét, az elkezdi, az csinálja, és valaki meg nem tudja. Na hát akkor nézzük a kategóriákat, és azt, hogy mennyibe kerül az a kategória. Most vannak a úgynevezett kadett kategóriák, amikben a 8-tól 12 éves gyerekek versenyeznek. Azért ez nem egy fiatal korosztály már, ismervén a lehetőségeket. Nem, de általában egy gyereknél 8 éves korban fejlődik ki már az a reflex, meg az a vezetési tudás, ami gokartba tud hasznosítani. Hát vegyünk egy sajnos már nem élő példát. Például Sennára azt mondták, hogy a 4 évesen már gokartozott. El lehet kezdeni, de versenyezni még nem az igazi, mert azért szívesen is ott kell lenni a versenyeken. Tehát fejbe is, hogy mikor, hogy előz meg, hogy veszi a kanyart, meg milyen szituációban. És ez nem olyan dolog, hogy náluk még szinte reflex, tehát amit később már tanulni kell, és úgy kell ott lenni, hogy most tudom, hogy ott vagyok, 7-8... ők még úgy vannak ott, hogy nem is tudják, mert természetes? Ez 7-8 éves korban fejlődik ki, és hogyha folyamatosan versenyzik a gyerek egész a felnőtt koráig, akkor szinte profi autóversenyzőnek mondhatja magát. Kadett kategória, ez mennyibe kerül? Hát a kadett kategória... Ez is több összetevője van. Nehezen jön ki. A telefonon is ennyit beszéltek, még ilyen az áll? Nem. De most attól függ, hogy az apuka az, hogy gondolja a szerelést, hogy megveszi a gyerekének a gépet, és akkor ő maga csinálgatja a gépet, hurcibálja a versenyekre, felkészülésre, meg más az, hogyha befizet játsszuk egy... Játsszuk el, jó? Bár, igen. Játsszuk el. Jó napot kívánok, szép úr. Szeretném levinni a gyerekemet gokartozni, 8 éves. Le tudunk menni Kecskemétre, kipróbáljuk a gokartot. Tehát van önöknek gokártya, nekem igen, nem kell semmit, csak a gyereket vinni. Nem kell csak a gyereket vinni. Kipróbáljuk a gépet, megnézzük, hogy a gyereknek van-e hozzá kedve. Biciklizni nagyon szeret. És utána meglátjuk, hogy a szülő mit mond arra, hogy ez mondjuk egy évben 3 millió forintba kerül. Tehát azt mondja nekem, hogy 3 millió forintba kerül, hogyha én viszem a gyereket minden egyes versenyre, és beül az önök által biztosított gokártba. Igen. Sok ez nekem, hogy tudnánk csökkenteni az összegen. Autószerelő vagyok egyébként. Ezt úgy is lehet csökkenteni, hogy vesz egy gépet, vesz egy gokartot, és akkor azt otthon, garázsba, konyhába, ahol szimpatikus, csinálgatja. Így mennyire lenne olcsóbb? Így szerintem egy ilyen millió forinta. Tehát akkor 2 millió forint. Körülbelül 2 millió forintba kijön. De és ugye, hogyha minden összejön, akkor lehet belőle olyan versenyző, mint a Gyurica? Igen. Aki összejön. Hanyadik kategória jelen pillanatban? Gokartban a csúcs kategóriában. De összesítjük, tehát ő most az ötödik, ami a csúcs, vagy hanyadik? Ő az ötödik. Ahogy. De akkor menjünk már végre rajta, tehát beszéltünk eddig a kadettről. Van a kadett, akkor van az úgynevezett junior kategória, mivel a kadettnál már egy fokkal gyorsabb kategória és nemzetközi kategória, amiben egész Európában, illetve egész világon rendeznek
világversenyeket, és ez a kategóriával lehet menni külföldre és akárhova versenyezni. Most ez is egy olyan dolog, hogy egy versenyző, aki megteheti, az ki fog menni Olaszországba versenyezni, Franciaországba, Portugáliába, Németországba, és ott tanul, és ott fejleszti a képességeit. És hogyha ezt is kinőtte, akkor jön egy ilyen nagyobb kategória, ami a úgynevezett interák kategória, ami már egy egész gyors kategória, akkor ezek után jönnek a váltós kategóriák, amiben a Gyurica is megy, csak a egyel kisebb, és a Gyurica, amiben megy, az a csúcs kategória gokartban. Indultunk attól, hogy autószerelők is 2 millió forint. Ha a topról beszélünk, az mennyi? Hát ez, most ha csak a magyar bajnokságot nézzük, akkor egy 8 millió forint. Plusz utazási költség? Nem, ez úgy ebbe belefér, tehát ez úgy benne van. De hogyha már egy nemzetközi versenyekre is ki akarunk menni, akkor egy verseny is belekerül egy 1,5 millió forintba. Tehát egy verseny, amire előtte ott kell menni legalább 1,5 héttel, és tanulni a pályát, és tréningezni. Nem tudom, hogy rosszul látom, de nekem még mindig sokkal kisebb a szorzószám, mint bárhol másutt. Tehát ha mondjuk egy NS rally autót összehasonlítok egy VRC-vel. Hát annál biztos olcsóbb. Most a szorzószámra gondolok. Tehát hogyha mondjuk ott beszélek 20 millióról és 60 millióról egy évadra, akkor itt beszélhetünk mondjuk 3 millióról és... 8-ról. Igen. Tehát valójában még mindig elérhetőbb annak ellenére, hogy szintén van benne fejlődési lehetőség. Hát igen, elérhetőbb, csak az a másik nagy gond, hogy kevés az érdeklődés a nézők iránt, illetve a média nem ír nagyon a gokart. Ezen hogy fogtok változtatni? Szeretnénk meghívni a különböző tévétársaságokat, köztük a Sport 1-et is majd a versenyeinkre, hogy vegyék fel a versenyt és a Grand Prix magazinba tegyen ebben róla egy kis összefoglalót. Ez egy jó irány, de... Illetve szeretnénk majd olyan neves versenyzőket is meghívni, akik valaha a gokartba kezdték, és most hát a elitben vannak. Tehát mondjuk Benik Balázs megy majd gokartozni? Igen, hát megpróbáljuk majd megbeszélni vele, hogy hát jönne és induljon egy versenyen, amiben neki nem kötelező, csak egy ilyen. Ti nem gondolkodtatok abban, hogy esetleg úgy, ahogy például a Clio Kupa volt tavaly, most a médiások felé nyitották meg ők a kaput, lehetne másfele is. Most ez egy ilyen hasraütéses ötlet, tehát nem mondok konkrétumokat, csak úgy gondolkozom hangosan, hogy nem gondolkoztatok ezen, hogy nyissatok valahogy úgy, hogy legyen egy olyan sorozat, amiben ti adjátok a gépeket, van 15-20 gokárt, és olyanokat hívtok meg, akik esetleg hoznak a hátukon cégeket, médiát, pénzt, üzleti fantáziát látó embereket. Igen, gondolkoztunk benne, csak hogy nagyon kevésebb a szakákban a pénz, és itt tulajdonképpen a forgalmazóknak kell biztosítani ezt a dolgot, hogy összeállítani 8 gépet, és akkor még 8 ilyen személyiséget meghívni, és akkor ők maguk közt csinálnak egy versenyt. Tőled is meg kell kérdeznem, hogy mi lenne a 3 kívánságod? Minél több versenyző legyen a gokartsportban, minél színvonalasabb versenyeket csináljunk, és a gokartsportban minél több gyerek jusson oda, ahol most van például a Benik Balázs. Tehát kezdjék nálatok, és utána boldogan emlékezzenek vissza rátok, mert hogy nálatok kezdték, és igen. Bajnokként üljenek vissza, esetleg magasabb kategóriákból. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Én biztos vagyok benne, hogy egyébként arról szól ez a 3 kívánságos díj, hogy majd megnézzük, hogy mi lesz egy év múlva, úgyhogy biztos, hogy találkozunk. Még ha addig nem találkoznak, de biztos, hogy fogunk addig is. Szervusz! Oké, köszönöm, szia! A gyorsasági motorosoknak új szakágvezetőjük van, Tóth Imre személyében, ő fog most sok mindent elárulni az idei szezonról. Pár napja új szakágvezetője van a gyorsasági motorosoknak. A Tóth Imre név igen közismert már a motorosok körében, akár az ifjabb, akár az idősebb Tóth Imréről beszélünk. A fiatalabb, aktív versenyző, a Team Hungary tagja, a MotoGP részvevője 125 köbcentis kategóriában.
Édesapja utánpótlás versenyeket kezdett el szervezni még nagyon régen a kecskeméti gokart stadionban, amelyeket azóta is visszasírnak sokan. Ahogy nőtt a kisebbik Imre, úgy emelkedett ő is feljebb és feljebb, rendezett már EB versenyt a Hungaroringen és a magyar bajnokságig vitte fiát. 3 évvel ezelőtt a fejébe vette, hogy ott van a helyük a MotoGP-n is, így megalakították a Team Hungary-t, amely immár 2 versenyzővel a 2. versenyévadot kezdi. Tóth Imre lett tehát a gyorsasági motorosok új szakágvezetője, és természetesen gyorsan meg is hívtuk, hogy elmondja nekünk, hogyan is képzeli az idei gyorsasági motoros évadot. Tóth Imre szakágvezető, Tóth Zoltán szakértőnk, szervusztok! Szia! Ez most egy ilyen aljas kérdés tőlem, hogy mi a jövő, mert úgy tudom, hogy azért még elég friss ez a titulus, tehát rögtön itt szikével neki ilyen menni szegény áldozat. Igen, ami eltelt, de azért úgy gondoljuk, hogy most már azért reménykedünk, hogy most egy kis rend lesz itt a motorsportban. Nem volt rend? Hát úgy nem volt rend, hogy szeretnénk sokkal több versenyzőt, szeretnénk pontosan a szabályokat betartani. De hát ezt ők is szerették volna, nem? Tehát ha nem volt rend, az nekem nem azt jelenti, hogy kevés volt a versenyző. Igen, de azért nem volt sok versenyző, mi azt szeretnénk elérni, hogy sok versenyző legyen. Én azért vállaltam ezt az egészet, hogy a Grand Prix tanulva egy kicsit precízebb legyen az egész, és megpróbálom azt onnan azt a kamatokat idehozni. Mik azok a kamatok? Egy teljesen más világ. Tehát abszolút, aki nem volt benne, az nem tudja innen. De hát az egész világ teljesen más. Igen, és én azért ezt szeretném, amennyit ott tanultunk, azt idehozni. És abból tanuljanak, mert nyilván aki én igazából az élsportot szeretném csinálni, és nem jobban a tömegsportot, most valahol megkaptam ugye a tömeget is, mert az utcai motorosokkal is ugyanúgy kell foglalkoznunk, és szeretnénk is, mert igazából abból van a tömeg, és abból van a sok, viszont ezekből szeretnénk kiszedni és kiválasztani olyat, aki az élsportba tovább tud lépni. Az utat azt kitapostuk, hogy kell ide elmenni, és szeretném azt a csapatot, ami a Team Hunger ugye elkészült rá, ezt sokáig csinálni, és azért szeretném sokáig, mert nagyon nehéz bejutni, és hogyha bejutottunk, szeretném azt fenntartani, hogy tényleg meglegyen minden, bármelyik motorosnak az, hogy indulni tud a Grand Prix-n. Mit kéne változtatni, Zoli? Hát szerintem először is fontos az, hogy az Imre is, amit mondott, tehát hogy meg kell kapni az amatőröket, mert őbelük lehet kiválasztani, tehát végül is azokat, akikből profi versenyzők válnak. De nagyon fontos ez az egészhez az, hogy legyen néző, legyen publicitása, amikor verseny van, tehát az jó, hogy sok verseny van, de ami eddig volt kevés verseny, arról is nagyon sokan, tehát meg a szakmán belül is utólag tudták meg, hogy most múlt hétvégén verseny volt. Szerintem ez az egyik, ami azt mondjuk, hogy legyen rend? Igen. Ez az egyik, és egy nagyon érdekes dolog, hogy viszonylag kevés tényleg a profi motorversenyző ma, tehát mondjuk 8 vagy 10 évvel ezelőtt sokkal többen voltak. Azt de most ketten együtt képviseltek helyből 3-at, akit úgy minden gondolkodás nélkül lehet tudni, tehát a fiadat, te mondjuk a 2 Talmácsit. De akkor is kevés, és most arról, azokról beszélünk, tehát akik itthon mennek, tehát a magyar... Én azt szeretném, hogyha most ugyanígy ki tudna nevelődni egy utánpótlás, hogy abba adja a Talmácsi, abba adja a Tóth Imre, akkor legyen megint egy utánpótlás. Neked mi a polgári szakmád? Nekem építész. Abszolút nem vág ide. Hát nem, csak azon gondolkozom, hogy ugye azt mondod, hogy hihetetlenül drága, ott vagytok a Grand Prix-n, akkor miből tudjátok összeszedni, mert hogy elmondtad, hogy nincs publicitás.
Igen, valamennyi van, tehát egy nagyon kevés van, de gyakorlatilag én azért dolgozom, hogy ide tudjunk menni. Én, amit tehát dolgozom, mint építész dolgozol, és azt a pénzt átöntitek szépen a motorodásba. Csak így tud működni. Hát akkor sok házat kell támogatásunk. Hát igen. Igen, sajnos ez így működik. És én úgy gondolom, hogy azért a világban elég jól elismertek minket. Természetesen, mint az IMI-nek még nagy eredménye nincs, hát azért a Talmának a 70 pontjával megint csak jó eredményünk volt. Tehát mint versenyző is már számba vettek bennünket, mint csapat megint csak. Egy második évre megkaptuk a Grand Prix szereplést, és nagyon sok csapat kiesik innen, tehát elég nehéz benn maradni. Nem csak azért, mert anyagi nincs, olyan dizájnnak kell lenni, úgy kell kinézni az egész, rendnek kell lenni, precízen be kell tartani mindent, ott nincs véletlen, hogy kicsit később érkeztél, vagy bármi, ott hamar kidobod. Szabályok vannak. Zoli, szerinted ez mennyi idő alatt sikerülhet? Én szerintem simán 2 év alatt tehát föl lehet hozni, hogyha az Imrék tényleg komolyan gondolják, és komolyan gondolják? Megcsinálják. Komolytalanul nem szabad csinálni. Mert az tényleg, tehát ugye beszéltünk arról, hogy pénz, ez mindig van, tehát ez uncsi is. Fontos az, hogy legyenek nézők, akkor már jön a pénz, tehát az hozza magával. Nagyon fontos az, hogy tényleg rendet kell tartani, amit az Imre mondott, hogy tehát ne legyenek olyanok, tehát hogy a szakág vezetés, hogy bárki egy-egy versenyző felé, tehát elfogultabb, hogy annak a kérését teljesítik. Fontos volt az, ilyen? Volt, mindig is van, de ezt egy kicsit szűkebb mederbe kell szerintem terelni. Meg ami még ezzel kapcsolatban fontos, tehát hogy a úgynevezett csalós motorok, tehát azt mondjuk, hogy kevesen vannak a profi brigádban vannak, 80 versenyeknek 9 felé húznak, ha valaki kicsit gyorsabb, akkor egyből valaki rámutat arra a másikra, hogy biztos azért ment olyan gyorsan, mert valami a motorjával nem volt tiszta. Én szerintem a technikai ellenőrzésben egyébként tényleg kell is javítani, és abban a pillanatban, hogyha egy masszív, erős technikai ellenőrzés van, akkor az ellenfelekben sem fog felmerülni az, hogy biztos azért volt az a fiú olyan gyors, mert hogy a motorja nem volt tiszta. Szerintem ezek mind hozzátartoznak. Pontot kell tennem sajnos meg, én pedig nagyon érdekes témáról kezdtél el beszélni nekünk, fogunk még erről, csalós motorok, ne feledjék el önök se. Három kívánság? Igen, hármat kellene kívánni a következő szezonra. Sok nézőt szeretnénk a motorversenyen. Tehát ez a pénz, jó? Nem, akkor azt mondtam, hogy sok szponzor, mert ugye az elsődleges kívánság az lenne nagyon jó. De ezt sok nézőhöz van a sok szponzorhoz a sok pénz. Igen, tehát én azt szeretném, ha nagyon sokan néznék a motorsportot, mert tényleg nagyon jó versenyek vannak. Csak egyszer kérem minden néző nézze meg egyszer, és utána mindig ezt fogja nézni. Tehát ez volt az egyik, ugye? Akkor szeretnénk utánpótlást, hogy legyen. Azt nagyon szeretnénk, hogy ne kelljen abba hagyni, ha 2-3 év múlva abba hagyjuk. Megkaptuk, nem? Hogy mondom? Tehát ha sok a néző, akkor azért az utánpótlás... A versenyzőben értem az utánpótlást. Én is, hogy... ha sok a néző, akkor a nézők közül termelődik ki az a csoport, akinél a tűzoltótól a mentőség, meg az építész azt mondja, hogy az én fiamból is motoros. Hát én ezt várom, tehát azt kérdezted, hogy milyen kívánságom lenne. Tényleg versenyzőből sok lenne, tehát ez volna ami második kívánságom igazán. És harmadik pedig az, hogy egészség legyen és balesetmentes legyen itt az egész motorsport. Egy motorostól hallani ezt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szervusztok! Köszönöm szépen! A Renault F1 team bemutatta a közönségnek vadonatúj versenyautójukat, az R24-et. Ugorjunk most el Szicíliába és nézzük fel a bemutatóképeit. Palermo, egy gyönyörű város Szicíliában, de vajon hogy jön ez a technikai sportokhoz, sőt, hogy jön ez a Forma 1-hez? Hát kérem szépen úgy, hogy az új Forma 1-es Renault barcelonai tesztjét követően a szicíliai közönség volt abban a szerencsés helyzetben, hogy láthatta és hallhatta az R24-et. A nem mindennapi eseményre a palermói Teatro Massimo operaház környezetében került sor. A Renault egyébként 17 éves szünet után 2002-ben tért vissza a Forma 1-be. A csapat célja, hogy felvegye a versenyt a Ferrarival és a Williams-el, mégpedig a világbajnoki címért. Ezért nem lesz könnyű dolga Fernando Alonso-nak és Jarno Trullinak ebben az évben, hiszen a március 7-én Melbourne-ben kezdődő Forma 1-es világbajnokságon a csapatvezetés minden futamon dobogós helyezést vár valamelyik versenyzőjétől. Az autó kifejlesztésénél a mérnökök legfontosabb célja az volt, hogy csökkentsék a műszaki hibák mennyiségét, ezért is született meg az R24. Mind Alonso, mind Trulli elismerően nyilatkozott egyébként a versenyautóról, amelynek motorja erősebb és magasabb fordulatszámon is kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújt.
A Renault erőforrása szakít a problematikus széles hengerszögű koncepcióval és visszatér a hagyományos, keskenyebb kialakításhoz. Az R24 sebességváltója is megújult és a felfüggesztést is módosították. Az aerodinamikai jellemzők szintén javultak a korábbi géphez képest, és az R24 a szélcsatornában sokkal jobbnak bizonyult elődjénél. A formajegyek tekintetében is születtek újdonságok. A legszembetűnőbb a hátsó vezetőszárny függőleges vezérsíkjának kialakítása, a motorburkolat szokatlan formája, valamint az eddiginél keskenyebb oldaldobozok első felének domború hátrafelé lejtő profilja. A francia brit csapat tehát sokat remél az új autótól, és abban bíznak, hogy jóval sikerült túlszárnyalni a 2003-as évet. Az esélyeket az is növelheti, hogy idén január 1-től a brit Rob White lett a Renault Forma 1-es istálló motorgyártó részlegének technikai igazgatója. A 38 éves szakember egész eddigi pályafutását a Cosworth-nél töltötte, ahol a Renault számára is hasznos tapasztalatokra tett szert 90 fokos hengerszögű V10-esek építésében. Ahogy nem is olyan régen a mi Baumgartner Zsoltunk, most a Renault pilotái is az utcán mutatták meg tudásukat és autójukat. Természetesen most nem a Városligetben, hanem Palermóban, a Teatro Massimo Operaház környékén. Fernando Alonso és Jarno Trulli mindenki nagy megelégedésére elég rendesen pörgette az új Renault motorokat, és természetesen nem csak a motorokat, hanem az autót is egyszer-kétszer. Nagyon bizakodóak voltak a versenyzők, de a bizakodás mellett azért a közelmúltban kevésbé optimista nyilatkozatok is elhangzottak Alonsótól, aki rajongóinak azt tanácsolta, túl sok pénzt azért ne tegyenek az ő győzelmére az évad nyitó futamon. Alonso azt is megemlítette, hogy hiába jó az új Forma 1-es gépük, azért a nagyok, vagyis a Williams és a Ferrari még mindig előttük járnak teljesítményben. Érdekes, hogy Alonso még a Toyotát is úgy nevezte meg, mint az egyik legerősebb motort a mezőnyben. És ami még fontos lehet, Fernando Alonso 55 ponttal a 6., míg olasz csapattársa 33 ponttal a 8. helyen végzett tavaly az összesítésben. Az idén a csapat többet vár tőlük. Most pedig nézzük meg, hogy milyen események lesznek a hétvégén, melyek azokat érinthetik, ugye, akik szeretik a különféle technikai sportokat. Tereprali OB, február 27, 29, 28, 29, Offroad Trophy OB, és 29-én a Városligetben egy kis jégmotorral búcsúzunk majd a februártól. Na, hát ennyit mára, meg ennyit a hétvégére, mert hogy ennyi fért bele a Grand Prix-ba. Az autó és motorsportok legfrissebb eseményeivel a jövő héten jelentkezünk ismét, de nem szerdán, hanem csütörtökön, azaz március 4-én, 18 óra 15 perckor. Akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Tom Taylor öltözteti. A műsorvezető a Serafino cipőit hordja. A Grand Prix számítás technikai partnere az Asus Computer. Műsorunk média támogatója a Budapest Rádió vasárnapi autósok című műsora.